Abban egyetérthetünk, hogy fogorvoshoz járni senki nem szeret. Van, aki azonban kifejezetten fél annyira, hogy éppen ezért el is kerüli a rendelőket. Most beszélni fogunk arról, hogy ez miért nem helyes. Persze lehet, hogy ezt is tudja mindenki, viszont gondolkodni fogunk, hogy olyan rendelőben együtt, hogy hogyan lehet a komplex gyógyítás annyira egységes, hogy különböző szakág együttműködik. Sokan már a fogorvos szó hallatán is szorongás érzést tapasztalnak. Doktornő, mennyire jellemző, hogy szégyenérzettel, félelemmel érkeznek meg a páciensek a fogorvosi rendelőbe, és hogyan lehet ezen változtatni? Azt gondolom, hogy igen, minden pillanatban egy páciens, hogyha fogorvosra gondol, akkor valamilyen rossz élmény és egy rossz tapasztalat előtűnik a múltjából, és abszolút beindul egy ilyen szorongás és egy félelem reakció. A pácienseknek a szorongásait azért szükséges feloldanunk, mert akkor sokkal nyíltabban, biztonságérzettel telien tudnak beszélni nem csak a problémáikról, hanem arról, hogy mit szeretnének elérni. Valójában egy álmot is el tudnak mesélni, hogy mi az, amit elképzelnek egy kezelés után, és szeretnének megvalósítani. Ma már ez elérhető, hogy tulajdonképpen centrumban gondolkozzunk, és centrálisan gondolkozzunk, hogyha egy fogászati kezelésről van szó, tehát a társszakmák tudnak, vagy kell, hogy találkozzanak a fogorvosi rendelőben? Abszolút kell, hogy találkozzanak, szerintem egyedül már nem is működik. Nagyon sok társszakma van, tehát akár egy fülorgégészet, vagy egy manuálterápiás kezelés, amely nagyon sokat tud segíteni ahhoz, hogy a fogászat mellett az izmokkal, a más szervekkel is komplexen tudjunk dolgozni, és hogyha egy fogászati kezelés hatással van akár az emésztésre, akkor komplexen tudjuk felállítani, és minden egyes izomcsoporttal tudjunk dolgozni a megfelelő végeredmény elérésében. Melyek a legújabb trendek, melyek a legújabb technológiák, amelyek megjelennek a fogászati rendelőben, és nem biztos, hogy feltétlenül csak magára a fogászati kezelésre specifikáltak. Elsősorban a fogászati kezeléseken belül ugye olyan szkennelési lehetőségeink vannak, amelyek már ugye számítógépen megmutatják a kezeléseknek a megvalósíthatóságát, előre tudunk tervezni, tehát a számítógépes technológia segítségével, illetve hogyha külső technológiára gondolunk, tehát akár egy esztétikai kezelés során, ugye a tűmentes megoldásokat nagyon sokan keresik, vagy a vágásmentes megoldásokat, és ebben már olyan park és technológiai eszközpark áll a rendelkezésünkre, akár vegyük számításba ugye egy izomstimulációs gépet, vagy akár egy lézeres eljárást, ami nagyon sokszor segíti akár a bőr felső rétegeinek a helyreállítását, vagy a bőr alatti izmoknak a strukturális újjáépítését. Mi lehet a végső üzenet, amit érdemes hazavinnie bárkinek, aki nézi most a műsorunkat? Hogyan érdemes gondolkozni arról, hogy elmenjünk időben és megfelelő szakemberhez? Azt gondolom, hogy bátran kérdezni kell, bátran fel kell kutatni a megfelelő embert, akivel bizalmat tudnak építeni a páciensek. Nagyon sokszor ez egy hosszú út. Kézenfogva mindig sikerül elérni a megfelelő eredményt, és nagyon fontos, hogy megértsék, hogy miről is van szó, és mit szeretnének ugye megvalósítani a kezelések során.